Az állatbirtoklás a birtoklás és irányítás kényszeres igénye. Cheapers, állj! Rendellenes viselkedés, amelynek nincs diagnózisa vagy kezelése. Az állatok csak a probléma tünetei, nem ők a probléma forrása. Újra meglátogattuk azokat, akik bátran megosztották velünk az életüket az elmúlt évadban. A műsorban szereplő halmozók állatai állatorvosi ellátást kaptak és tanácsadást is felajánlottak nekik. Most megnézzük, hogyan boldogulnak. Az állatok az életem értelmei. Nem tartom magam gyűjtögetőnek, inkább humanitáriusnak. A visszaesés esélye közel 100%. Soha nem fogok visszautasítani egy állatot sem. Hey, Junior, az út mellett találtam. Egyetértek-e, hogy megtartotta Juniort? Nem. Nem akarok több állathoz hozzánőni. Ez akadályozza a függetlenségedet. Meg kell lőjetek ahhoz, hogy a másik négyet is elvegyétek. Megpróbálok a tökéletes anya lenni. Nem gondolom, hogy állatgyűjtögető lennék, vagy lehet, hogy csak már lovaink, teheneink, leguányaink. Nem tudom, miért sikerül, nem tudok leállni. Ám vannak, akik még mindig küzdenek. Nem mondom, hogy soha nem fogadok be egy éhes kutyát, mert valószínűleg befogadom. Borzalmas. Elegem van, hogy folyton nyaggattok! Vallomások. Állathalmozók. Caroline vagyok, 61 éves. Imádom az állatokat. Az utolsó alkalom óta már jobban vagyok. Nincs annyi kutya, akit etetnénk. Ezt nézd, Roni. Nézd Dansot. Sokkal kevesebb felelősségünk van. Több időt tudunk tölteni a gyerekekkel. A legfiatalabb unokámat, Kimberlyt eljegyezték. Már nagyon várom az esküvőt. Sokkal jobb nekünk is, meg a családunknak is. Mamu kicsi babája jól összekoszolta magát. Na gyere csak ide, hadd tisztogassalak le. Nem tartom magam állatgyűjtögetőnek, inkább humanitáriusnak. 7 hónappal ezelőtt Caroline 80 kutyát tartott 2 különböző helyen. 87 kutyánk volt. 25 velünk a házban és 62 a farmon. Mindig feltétel nélkül szerettek. Ők voltak az életem. A családomnak meg volt a saját élete. Én pedig a kutyákkal voltam. Maradj ott! Mama megeteti a babákat! Caroline és Roni nem engedhette meg magának, hogy gondoskodjon az állatairól. Régen mindig megnézték, hogy van-e még pénzük, és kutyakaját vettek belőle. Ahelyett, hogy magukkal törődtek volna. Nagyjából 200 000-et költöttünk az elmúlt 10-12 évben csak kutyakajára. Rendben, $198.97. Nagyjából 200 000-et költöttünk az elmúlt 10-12 évben csak kutyakajára. A kutyák gondozása komoly veszélyt jelentett Roni egészségére. Szerintem a rengeteg kétkezi munka miatt romlott meg ennyire az egészsége. Ettől féltünk a legjobban. Nem tudtuk, hogy apa meddig bírja még a munkát, és meddig tud gondoskodni a kutyákról és magukról. Szeretlek. Láttam nagyapát, ahogy ennyit stresszel, és féltem, nehogy belehaljon ebbe a sok dologba. Caroline családja összegyűlt, hogy megbeszéljék a dolgokat. Utálok oda menni, és csak a parkolóban beszélni velük. Be akarok menni, és normálisan meg akarom őket látogatni. Sokkal nagyobb fába vágták a fejszéjüket, mint kellett volna. Szerintem menjünk oda, és nézzük meg, hogy mi folyik ott. Nem akarok bemenni. Nem akarom látni, hogy élnek a szüleim, Tim. Segítségre van szükségük. A család eldöntötte, hogy beavatkozik. A ház miatt nagyon aggódtam. A kutyák szinte teljesen szétrombolták. Elegem volt, hogy mindig azt hallgattam, hogy koszos, meg büdös a házam. Nézd. Kezeket fel! Ki csinálta ezt? Nem kell tetszen. Nem is tetszik. És nem is kell itt élned. Tudom, de te itt élsz, és azt sem akarom. Elegem van, hogy folyton nyaggattok. Nem érdekel, igaz? A kutyák az elsők. Ennyi. Caroline családja elintézte, hogy Caroline találkozzon egy szakemberrel. Kim. Örvendek.
Jó napot, Kerry. Azon gondolkodunk, hogy mi lenne, ha megszabadulnánk a kutyáktól. Nem tudok. Mindig ott vannak nekem, akár szomorú vagyok, akár örülök. Nehéz lesz a változás, de együtt csináljuk. Itt leszünk, és segítünk. Nem tudom. Caroline beleegyezett, hogy elvigyék néhány kutyáját egy menhelyre. Tudom, hogy amit most tesz, az nagyon nehéz. De azt is tudom, hogy ez a jó döntés. Olyan kutyákat kellett elengednem, akiket kölyök koruktól kezdve neveltem. Nagyon fájt. Szerintem soha nem teszem túl magam rajta. Nagyon büszke vagyok Caroline-ra, hogy sikerült elengednie néhány kutyát. Nagyon nehéz volt. Ez a legnehezebb rész. Nem akartam aláírni a papírokat. 5 percig csak ültem kezemben a tollal, mert nem tudtam, sőt, nem akartam aláírni a papírokat. Caroline a 82 kutyájából 71-et engedett el. Szeretlek, és tudom, hogy nehéz volt, elhiszem. Minden rendben lesz. 7 hónappal később meglátogattuk Carolint. Három kutyánk van itthon, és nagyjából úgy 15 a farmon. Mára már nem vagyok annyira stresszes. Próbálok pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. A ház még nincs teljesen kész. Vannak már bútorok. Szóval be tudunk menni, és le tudunk ülni. Sokkal csendesebb így az állatok nélkül. Másabb. Sokkal nyugodtabb. Apa nyugdíjba ment. Nagyon örülök neki. 6 hónappal ezelőtt Caroline örökbefogadott egy kutyát. Utolsó találkozásunk óta egy kutyát fogadtam örökbe. Ő itt Bodidli, egy angol masztif. Úgy éreztem, hogy elkezdek megint kutyákat örökbe fogadni, de nem. Megálltam. Gyere, gyere, gyere! Gyere csak! Aggódom, hogy mivel nincs semmi, amivel elfoglalja magát a szabad idejében, elkezd megint kutyákat gyűjteni. Kerry a szülei farmjára tart, ahol korábban több mint 60 kutyát tartottak. Ez az első látogatása az elbúcsúzás óta. Amikor utoljára jártam ott, a körülmények borzalmasak voltak. Soha többé nem akarom úgy látni a szüleimet. Szia, Kerry! Sziasztok! Hogy vagy? Jól. Jöttem meglátogatni. A mindenit. Emlékszem, még régen itt volt egy csomó karám. Igen, ez itt, meg az ott, mint karám volt. Elég sokat dolgoztatok itt. Meg vagyok lepve. Kerry észrevette a szabadon futkározó kutyákat. Volt köztük néhány új kölyök is. Látom, szaladgál itt néhány kutya. Igen, szükségük lesz pár karámra. Hát ez az. Miért nincs még karámotok? Még nem csináltam meg, az én hibám. Kezdek aggódni, hogy a kutyák száma megint elkezd nőni a farmon. Mennyi idősek a kölykök? Nagyjából 4 hónaposak. 4 hónaposak? Mikor kezdenek el szaporodni? El akarom vinni őket a Human Society-hez. Hogy ők foglalkozzanak velük, és örökbe adják őket. Te nem, Caroline? Úgy valahogy. Kettős érzésem van a kutyák örökbeadásával kapcsolatban. Az agyam azt mondja, hogy adjuk oda, a szívem meg azt, hogy nem. Valószínűleg 50-50. Van, amit már megcsináltak, és kevesebb is akarám. De még bőven van itt kutya. Minél előbb meg akarom ezt szüntetni. Kerry azonnal felkereste Caroline terapeutáját.
Dr. Mayer! Úgy, Caroline, hogy van? Jól, és jól, maga? Jó látni. Magát is. Próbálok segíteni feldolgozni, hogy lemondott 80 állatról, és az összes ezzel járó érzelmet és érzést. Tudna egy kicsit mesélni, hogy hogyan érzi magát most? Mi történt? Több a rossz nap, mint a jó. Nagyon bánom, hogy lemondtam róluk. Nem tudom, hogy még egyszer sikerülne. Az állatok az életem értelmei. Mindenkinek van valami. Nekem a kutyák azok. Az egyik dolog, amit szerintem megpróbált megtanulni, az az, hogy ne fogadjon örökbe ennyit. Igen. Hogy egyet se. Értem. Igen. És hogy megy? Hát... egyet örökbe fogadtam. A farmon vannak kölykök is. Az egyetlen kutya, amelyik kint van, egy kölyök kutya. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen keményen próbálkozik, de ha nem vigyáz, akkor vissza fog esni. Soha, de soha nem fogok magára hagyni egy állatot az életemben. Ha ételre, italra vagy menedékre van szüksége, akkor én segítek. De nem szabad. Nem érdekel. De akkor be is fogadná, vagy csak segítene? Azt mondják, hogy így jobb az állatnak. De jobb az állatnak? Nekem jobb? A folytatásban. Kell egy beosztás. Nem vagyok 100%-ig jól. Még mindig nehéz. Megpróbálok mindenféle állatot megmenteni. Nem tudom, miért nem tudok leállni. Soha életemben nem fogok magára hagyni egy állatot sem. De akkor be is fogadná, vagy csak segítene? Mert ha visszaesik... Tudom, igen, tudom. Akkor nagyon nehéz lesz újra felállni. Tudom, hogy nem akar visszaesni. Nem. Tudom, hogy előre akar menni, és a legjobbat akarja a kutyáknak. Kell egy beosztás. Megnézzük, mikor lehet elvinni a kölyköket. A következő heteket vállalom én. Hajlandó vagyok gondoskodni arról, hogy ne kerüljenek újra ilyen helyzetbe. Úgy, hogy napi szinten rajtuk tartom a szemem. Ha nem léptetek volna közbe Caroline-nal, csak veszekednénk, amíg csak bírjuk. Szerintem jó irányba haladunk. Látok egy kis fényt az alagút végén. Életemben először látom, hogy egy kutyának az nem élet, hogy be van zárva, és csak akkor lát minket, ha megyünk etetni. Nagyon örültem, hogy mindketten egyetértettek abban, hogy nem akarnak soha abban a helyzetben lenni, mint korábban. Hadd mondjak valamit. Nagyon büszke vagyok magukra, mint család. Köszönjük. Nagyon sokat változtak. Nem vagyok 100%-ig jól. Még mindig nagyon nehéz. Minden egyes nap nehéz. Szerintem minden rendben lesz, csak koncentrálnunk kell. Az Animal Planetnek tartozunk a legnagyobb köszönettel. Ha ők nincsenek, akkor sose ültünk volna össze, és ki tudja, mi lenne a családunkkal. Köszönjük. Köszönjük. Ma este a barátok és a család összegyűlik a ünnepségre. A lányomat Kimberlyt nemrég eljegyezték, és lassan itt az esküvő. Ez az első eljegyzési ünnepség. Hát nézem azt a gyűrűt, nagyon szép! Egy év múlva megházasodok, és már tudom, hogy nagy apa is fel a tortát, Kimberly, ott leszek. De még mennyire, hogy ott leszek. Gratulálunk! Gratulálunk! Végre megint közelebb kerültünk egymáshoz a családdal. Sokkal többször ebédelünk együtt a hétvégéken. Nagyon örülök. Óvatosan! Á, ne! Szerintem nagymama is nagyon várja már az esküvőt. Szeretnék toastot mondani Kimberlyre és a boldog jövőjére. Kimberlyre! Nagyon büszke vagyok anyára. Belegondolva, hogy mi volt korábban, és mi van most, ég és föld. Nagyon örülök. Örülök, hogy így döntöttünk. Így a legjobb mindenkinek. Az állatoknak és nekünk is. Na meg persze a családnak is. Nagyon örülök, hogy sikerült.
Azt hiszem, az egyetlen dolog, amit megtanultam magamról, az az, hogy kemény vagyok. Bár nagyon fájt, egy kicsit erősebb lettem. Caroline folytatja a terápiát, de még nem szabadult meg egyetlen kölyöktől sem. Shane vagyok, 30 éves, és szeretem a boldogokat. Büszke vagyok a bátyámra. Jól megvan. Nyomd le! Jobb az életem. Nem csak, mert kevesebb kutyám van. Szinte minden tekintetben jobb az életem. Így visszanézve már látom, hogy mi is volt a baj. 7 hónappal ezelőtt Shane-nek 19 kutyája volt. Szerintem 4 kutya anyánál volt, aztán 14 vagy 15 egy telken, kikötözve a várostól északra. Szerintem borzalmas kikötözni a kutyákat. Nagyjából 30-45 perc volt megetetni és megitatni őket. Rengeteg meló volt, és ott voltam heti 7 napot. 21 évesen Shane örökbe fogadott egy pitbullt, Lucy-t. Egy évre rá Lucy-t elütötte egy autó és elpusztult. Shane az első kutyája halála után kezdett el kutyákat gyűjteni. Csak meg akarta őket menteni. Shane-nek van egy 2 éves kislánya, Lana. Ez idő alatt Shane további 13 kutyát fogadott örökbe. Fokozatosan rosszabbodott, próbáltunk alkalmazkodni, de egyszer csak sokan lettek. Egy nap felkeltünk, és egyszerűen több állat volt, mint amit kezelni tudtunk volna. Shane kutyái megtámadták a család többi házi állatát. Nagyon fájt, amikor az ő felelőtlensége miatt vesztettem el a kutyámat és a macskámat. Nehéz volt, és nagyon fájt. Nehezen tettem túl magam rajta. Shane és lánya az anyjával él. És a pitbullokkal. Hé! Elég legyen! Borzalmas volt az egész szituáció anyaházában. Mindig veszekedtek, és nekem mondták el a bajukat. Majdnem megőrültem. Az egész helyzet, hogy Lanával anyánál laktunk, elég ingatag volt. Odáig fajult, hogy tiszta stressz voltam én is, meg ő is. Beszélnünk kell erről az egészről. Ugyan már beszéltünk, de nem változott semmi. Elegem van a kutyákból, és hogy minden tönkre tesznek a házamban. Ja. El kell költöznöd. Ki van zárva? Mindent megpróbáltam. Kértem, könyörögtem. El kell költöznie. Shane anyja szerzett egy kilakoltatási végzést. Van egy kilakoltatási levelet, Shane. Már utána néztem a törvénynek. Rendben, anya. Ja, hogy a kutyákat is vigyem. Akasszam rá a motor kormányára, és úgy vigyem, vagy mit akarsz? Vicc. Megbeszélhetjük. Megbeszélhetjük, hogy viszed el a kutyákat. Nagyon önző, és csak magával foglalkozik. Sok ember ilyen, de ez azért már tényleg sok. Shane a Telkinvert tábort, ahol tartotta a kutyáit. A családja kérésére Shane találkozott egy szakemberrel. Szeretném, ha nyíltan és őszintén beszélnénk egymással.
Szó szerint vért, verejtéket és könnyeket áldoztam a kutyáimért. Magamon kívül nem ismerek mást, aki ilyenfajta felnőtt kutyát befogadna. Ha lenne valaki, aki mégis befogadná őket, akkor hajlandó lennél odaadni őket? Hát, elég nehezemre esne csak úgy odaadni őket egy vadidegennek. Szerintem ideje lenne apaként viselkedned, ideje csak apaként viselkedned. A pénzt és az időt is Lanára kéne fordítanod. Szerintem jól válsz vele, de ha nem lennének a kutyák, és csak vele tudnál foglalkozni, akkor valamivel jobb élete lenne. Nem erőltettem meg magam, hogy új helyet találjak a kutyáknak. De most, hogy van egy lányom, ő lett a legfontosabb. Shane megkért egy szervezetet, hogy vigyék el a kutyáit. Eldöntöttem, hogy örökbe adom a kutyáimat. Jobbat érdemelnek, mint amit én tudok adni nekik. 15 kutyát vittek el. Jó kislány vagy? Az vagy? Az hát. Pár nagyon jó barátomat vitték el. Nagyon nehéz volt ezt végignézni, de így mégis jobb kezekben lesznek. Nem mondanám, hogy állatgyűjtő vagyok, mert nem is akartam őket, csak nem tudtam, mit kezdjek velük. Szép vagy. 7 hónappal később meglátogattuk Shane-t. Most kezdtem dolgozni egy új helyen. A főnököm egy nagyon jó fej és okos srác. Kiköltöztem anyám házából, szóval minden jó. Most épp apám telkén élek. Most csak 5 kutyám van. 4-et láttatok a múltkor. Az 5. egy kölyök, akit az út mellett találtam. Hey, Junior! Ekkora kora óta nálam van. Az út mellett találtam, egy pár kilométerre, arra. Egyetértek-e, hogy megtartotta Juniort? Nem. Egyáltalán nem. Nem volt szüksége még egy kutyára. Amikor Shane családja megtudta, hogy újabb kutyákat fogadott be, felhívták a terapeutáját. Több ok miatt kezdenek el az emberek gyűjtögetni. Valami hiányzik az életükből. Rengetegen ezt az űrt állatokkal töltik meg. Szerinted Shane le fog mondani még pár kutyáról? Nem is tudom. Nagyon remélem. Nincs szükségünk több kutyára. Nincs szükségünk arra, hogy hozzánőjön még több házi állat. Meséljetek, mi történt, mióta utoljára találkoztunk? Kevesebb kutyám van, szóval az is valami. Minden jobb. Igen? Szó szerint minden szempontból. Remek. Mintha hiányozna valaki. Mesélj kérlek anyukádról és a kettőtök közti kapcsolatról. Most nincs itt. Nem igazán tudom, hogy miért, de nincs itt. Nagyon nehéz szülőként együtt élni a gyerekeddel, és fordítva is. Nagyon sok dolog újra meg újra előjön, veszekedések, sérelmek. Nem egyszerű. Nagyon sok rossz dolgot tettem. Loptam tőle, hazudtam neki. Kell egy kis idő, mire megbocsát. Nem olyan könnyű ezeket elfelejteni. Értem. Most, hogy új munkád van, többet is fogsz keresni. Anyagilag sokkal jobban fogsz teljesíteni, mint ezelőtt. Gondolod, hogy ez kísértésbe vihet, és még több kutyát fogsz befogadni? Nem mondom, hogy soha nem fogadok be egy éhes kutyát, mert valószínűleg befogadom. A folytatásban. Meg kell öljetek ahhoz, hogy a másik 4-et is elvegyétek. A ház minden nap tele van stresszel. Chippers, állj! Most, hogy új munkád van, többet is fogsz keresni. Anyagilag sokkal jobban fogsz teljesíteni, mint ezelőtt. Gondolod, hogy ez kísértésbe vihet, és még több kutyát fogsz befogadni? Nem mondom, hogy soha nem fogadok be egy éhes kutyát, mert valószínűleg befogadom. A
Az elmúlt hónapokban csak Juniort fogadtad? Igen. Még kölykök. Szerinted ez visszaesésnek számít? Igen. Nem lehet másnak nevezni. Akkor beismered, hogy visszaestél? Azóta több kutyától megváltam. Mit gondolsz, mi biztosítja, hogy mondjuk azokat a kutyákat nem fogod befogadni? Nem akarok tovább a szüleimmel élni. Értem. Szóval, ha kevesebb kutyád van, több pénzed lesz. Ha több pénzed lesz, akkor nagyobb eséllyel szerzel magadnak egy lakást, és leszel független. Így van, igen. Értem. Ez elég motiváció, hogy tovább lépj, és elengedd a mostani kutyáidat? Juniort valószínűleg elengedem. A másik négyben nem vagyok biztos. Családtagok. Olyan, mintha a szüleimet engedném el, vagy valami hasonló. Nagyon régóta velem vannak. Ez egy akadály lehet a függetlenséged elérésében. Meg kell lőjetek ahhoz, hogy a másik négyet is elvegyétek. Nekem is van néhány házi állatom. És egy kicsit egyetértek Shane-nel. Juniornak mindenféleképpen találni kell egy új otthont, de én nem kérném arra, hogy szabaduljon meg a többi kutyájától. Nagyon segítőkész családod van, Shane. Örülök, hogy nem mondtak le rólam, és sikerült kimásznom ebből az egészből. Voltak nagyon mély pontok, és egy ideig elég sivár volt a helyzet. Nagyon sokat változtál. Sikerült talpra állnod. Büszke lehetsz magadra? Nagyon büszke vagyok rád. Sikerülni fog. Szeretlek. Tudod, hogy szeretünk. Szerintem ez egyértelmű. Van, amikor nem kedvelünk, de ez így van rendjén. Nagy potenciál van Shane-ben. A családja szereti és támogatja. Szerintem ez sokat elárul, és hatalmas segítség egy normális élet kiépítésében. Shane továbbra is az első számú prioritására koncentrál, Lanára. Na, kapaszkodj! Jaj, ne! Sokkal jobb minden. Végre van időm Lanára. Már egy éve teljes felügyeleti jogom van. Azóta keményen dolgozom, hogy kevesebb kutyát tartsak. Nagyon büszke vagyok Shane-re. A gyereknevelés nem olyan, mint kutyákra vigyázni, meg azokat nevelni, de szerintem nagyon jól csinálja. Sokkal jobb lett az élete. Kevesebb kutya és egy új állás. Nem is rossz kezdet. Jelenleg minden remek. Lassan haladok, és kiélvezek minden egyes pillanatot, amit csak tudok. Nem tudom, hogy sikerült felállnom, de sikerült. Azt hittem, nincs kiút. Nem tudtam, mit lehetne csinálni, hogy sikerüljön. Még nem hibátlan a helyzet, de már sokkal jobb, mint volt. A lehető legtöbb időt akarom Lanával tölteni, amennyit csak tudok. Shane még nem adta örökbe Juniort, de azóta nem fogadott be másik kutyát. Down vagyok, 46 éves, és megpróbálok mindenféle állatot megmenteni. Sokkal nyugodtabb minden. Nincs ugatás, nincs káosz, se veszekedés. El akarom adni a házat, és valami kisebbbe akarok költözni. Akár egy házba, akár egy lakásba. Szerintem a költözés jót fog tenni. 7 hónappal ezelőtt Down élete teljesen más volt. Volt 10 kutyám és 4 libám. Az elmúlt 5 évben Dawn több mint 100 állatot fogadott be és engedett el. Ők itt Uno és Striker, a két láma. Voltak már lovaink, teheneink, leguányaink. Mindig megijesztett, olyan hosszú volt, mint az étkező asztal. Mindenféle állatunk volt, de tényleg? Ő az anyukád. Down, Diana első 10 évében háztartásbeli anyuka volt. Nagyon kötöttem anyukámhoz, mintha évekig összelettünk volna nőve. Anyukám, mióta elköltöztünk, állatokat tart. Azóta az összes állatunktól megszabadult, vagy 3-szor, 4-szer. Úgy éreztem, azokat kellett megmentenem, akiknek valamilyen bajuk volt. Inkább a kutyákkal foglalkoztam saját magam helyett. A mai napig nem tudom miért. Nem tudom miért, nem tudom abba hagyni. Így visszanézve,
Elég súlyos volt a helyzet. A házam katasztrofális volt. Szinte mindent tönkretettek az állatok. Büdös is volt. Soha nem hívtam át ide embereket, és én sem nagyon mentem sehová. Nap mint nap a stressz uralkodott. Chippers, állj! Chippers elszaladt és kergeti a szamarakat megint. Folyamatosan csak veszekedtünk. Ugyan nincs túl jó kapcsolatom apámmal, megfenyegettem anyát, hogy elköltözök. Magamat helyeztem előtérbe, vagy elköltözök, vagy itt maradok. De akkor meg kell szabadulnia az állatoktól. Dawn barátja CJ közel 160 kilométert vezetett, hogy megnézze, hogy van. Meg kell szabadulnod a kutyáktól. Igen, tudom. Nagyon nehéz. Jelenleg az állatok fontosabbak, mint bármi más. Mi? Biztos vagyok benne, hogy Dianának is nagyon nehéz ez az egész. Nehéz volt látni, hogy anyának fontosabbak voltak a kutyák, mint én. A kutyáknak mindig volt valami étel, mi meg csak sajtos tésztát ettünk. Dawn beleegyezett, hogy találkozik egy szakemberrel. A kutyák megmentésével tulajdonképpen mást akarsz megmenteni. De mit? Magamat. Jól akarom magam érezni. Ugye tudod, hogyha továbbra is gyűjtögeted az állatokat, akkor nem fogsz tovább lépni ezen a traumán. Az egyetlen módja, hogy tényleg felépülj ebből az egészből, az az, ha felismered, hogy valójában mit is csinálsz, és mi történik körülötted. Ott ültem a többiekkel, és láttam, hogy hogy néz ki a házam. Láttam Diant, hogy össze van zavarodva, és el sem tudtam képzelni, hogy mi ment, és mi megy keresztül. El tudsz engedni néhány állatot? A lányodért? Nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. Nem úgy bántam a családommal, ahogy kellett volna. Nem Diana volt az elsődleges, és ez egy borzalmas érzés. Dawn beleegyezett, hogy elvigyék néhány állatát egy menhelyre. Szia, Dawn! Dina vagyok. Szia. Hogy vagy? Szia, Dina. Nehéz napom lesz. Csak Diana miatt hagytam, hogy elvigyék az állataimat. Aznap nem magam miatt csináltam. Csak másnap reggel jöttem rá, hogy magam miatt is hagytam. Jobban is élhetnék. Nagyon szomorú volt aznap. Eléggé keserédes érzés volt, amikor elvitték őket. Az agyam tudta, hogy ez a helyes döntés, és jobb lesz mindenkinek, de a szívem majd megszakadt. Dawn elbúcsúzott 8 kutyától, és mind a 4 libától. 6 hónappal később meglátogattuk Dawnt. Most már a családom miatt kelek fel reggelente. Jóvá akarom tenni a múltat. Igyekszem, hogy a tökéletes anyuka legyek. Sokkal egyszerűbb 2 kutyát tartani, mint 10-et vagy 20-at. A fontossági sorrendem a kutyák elengedése előtt úgy nézett ki, hogy Diana és a kutyák egy szinten voltak. Most már Diana és én vagyunk a legfontosabbak. Végre rájöttem erre. Sokkal jobban érzem magam most, hogy tudom, hogy fontos vagyok anyának. Dawn és Diana egy ideje javítgatják a házukat, hogy el tudják adni. Most épp a konyhát újítom fel. A kutyák tönkretették a szekrényeket, és most azokat akarom megcsinálni. Úgy fog kinézni, mint az, ha kész lesz. A költözéssel újra kezdtük, mintha kitépnénk egy lapot egy kész az új padló, és imádom. Az egész linoleumot és a padlószőnyeget is kicseréltük a másik szobában. Egyik nap káosz és felfordulás van, aztán elköltözünk, és tiszta lappal kezdünk mindent.
Dawn és Diana meglátogatják az egyik kutyát. Szerinted emlékezni fog rád? Szerintem igen. Szerintem jót fog tenni, hogy látjuk, hogy egy jobb helyen Diana van. Diana felismerte, hogy neki is nagy szerepe volt az állathalmozásban. Nekem is nagy szerepem volt az állatok gyűjtögetésében. Jó dolgot tettünk azzal, hogy befogadtuk. Persze, de a jó dolog nem feltétlenül egyszerű. Mikor ránézek Dianára, látom benne magam. Nagyon megijeszt. Neki is állatokat kell mentenie, és rájöttem, hogy ez rólam szólt. Tényleg csak rólam szólt. Neki is nagy szerepe volt ebben. Korábban nagyon szívesen hibáztattam csak anyát, mert sokkal egyszerűbb volt ráfogni. De rá kellett jönnem, hogy én is hibás vagyok. Sokkal egyszerűbb mást hibáztatni, másra mutogatni, mint szembenézni a problémával. Nekem nagyon sokat fog segíteni, ha láthatom, hogy legalább egy kutyánk jó helyre került. Igen, nem csak mi imádjuk az állatokat, és biztos, hogy más is ugyanannyira szereti. Dawn és Diana remélik, hogy a régi kutyájuk meglátogatása közelebb hozza őket egymáshoz. Ott van. Journey! Hát gyere! Szia, Journey! Hát hogy vagy? Hát szia! Szia, Journey! Mikor fogadtátok be Journey-t? Úgy 2 hete. Még az út szélén találtuk. Épp át akart futni, de Diana kiszállt és gyorsan beterelte az autóba, nehogy baja essen. Szoktatok vele frisbizni? Nem. Imádja, a levegőben is el tudja kapni. Akkor be kell szerezni majd egyet. Vigyázzatok, ha tóparton vagytok, mert imád úszni. Te nevezted el Journey-nek? Épp Journey szólt a rádióban, amikor rátaláltunk, és így ez lett a neve. Nagyon tetszik ez a név. Egyedi. Szép helyen él, Diana. Mit terveztetek a házatokkal most, hogy felújítjátok? El akarjuk adni, felújítjuk és elköltözünk, mert nagyjából 3 éve el akarok költözni. Eladjuk és vissza se nézünk, de mindig szabotáltam magam. Hazahoztam egy másik állatot és kifogásokat kerestem, hogy ne kelljen menni. Eddig a kutyák állítottak meg mindig a költözésben. Nagyon nehéz úgy felújítani egy házat, hogy a kutyák mindig tönkre teszik, amit megcsináltunk. Egy lépést előre, 2 hátra. Mi fog megakadályozni, hogy új állatokat vigyél haza? Remélhetőleg Dianával megakadályozzuk egymást, hogy bevigyünk egy új állatot a házba. A sarkunkra kell állni, és meg kell mondani a másiknak, hogy nincs szükségünk egy újabb állatra. Anyával most már számítunk egymásra, és bízunk benne, hogy rászólunk a másikra, ha új állatot akar hazahozni. Remélhetőleg most sikerülni fog minden. Annyira hozzászoktam már a dolgokhoz. Ez egy újabb nagy változás az életemben, amihez hozzá kell szokjak. Egyszerűen nem tudom, hogy készen állok-e ekkora változásra, de tudom, hogy szükségem van rá. Szerintem a változástól félek. Most, hogy látom, hogy Journey-nek egy remek új otthona van, megkönnyebbültem, és nyugodtan haza tudok menni. Nagyon jó érzés volt látni. Dawn és Diana hetente önkénteskednek egy menhelyen. Most, hogy önkénteskedünk, látom, hogy tudok gondoskodni anélkül egy kutyáról, hogy a mi házunkban lenne. Köszönöm, gyönyörű idő van. Gyere, Molly, jó kislány. Rájöttünk, hogy rengeteg féleképpen tudunk segíteni. Biztos, nagyon szeretnek itt kint lenni. Igen, végre nem a betonon vannak. Dawnnak volt néhány problémája a gyűjtögetéssel. Mindig volt valami oka, miért befogadott egy állatot. Minden kutyát, amit behoztatok, örökbe fogadtak.
A barna labrador, amit a múltkor hoztatok, kiderült, hogy van gazdája. Igen? Ha nem hoztátok volna ide, soha nem jutott volna haza. Rájött, hogy bármennyi kutyát hoz be ide, mindnek találunk otthont, és mind jó helyre fog kerülni. Nagyon büszke vagyok rá. Szóval sokan vannak, nagyon akiket sokan. Érdekelnek Nagyon sokan. Örülök, hogy segítetek. Büszke vagyok rátok. Köszönjük szépen, igyekszünk. Nagyszerű, hogy jönnek önkénteskedni, mert mindig el kell a segítség. És ha ettől még jól is érzik magukat, akkor mindenki nyer. Gyertek csak, amikor akartok. Rendben. Végre van remény, hogy a hátralévő életemet úgy éljem le, hogy magam lehessek és élvezzem az életet. Olyan volt, mintha meghaltam volna és újjáélettem. Nagyon jó érzés. Elég sokat tanultam anyáról. Megtanultam, hogy tényleg nagyon sokat törődik mindenkivel és mindennel. Nagyon, nagyon büszke vagyok rá. Mostantól Diana a legfontosabb az életemben. Nagyon jó, sőt, csodálatos érzés. Azt hiszem, ez csak egy anya vagy egy szülő értheti meg. De tényleg csodálatos. Dawn eladta a házát, és lassan költöznek. Diana ősszel kezdi az egyetemet. Továbbra is csak két kutyájuk van.